Ez a Nyíregyházán 2015. novemberben megnyitott Digitális Magyarország programiroda, ahol az országban elsőként hirdettek meg ingyenes digitális eszközprogramot. A lakossági pályázat keretében azóta közel 5000 notebookhoz és 1000 táblagéphez juthattak a Nyíregyházán és a járásában élők. A program most a Kisvárdai, Ibrányi, Baktalórendházi, Tiszavasvári, Kemecsei és a Nagykálói járás településein folytatódik. Összesen 2800 eszköz kiosztás mellett digitális kompetenciát fejlesztő díjmentes képzéseket is indítanak. A mindennapokban az emberek mindennapjaiban hozza be a digitális eszközöket, a digitális tudást. Úgyhogy ebben a hat járásban, ahová most kiterjesztjük a digitális jólét programot, eszközhöz juthatnak a rászorulók, valamint ingyenes képzésben vehetnek részt. Egyébként ez feltétele is az eszközökhöz való hozzájutásnak. Természetesen ez a két legfontosabb eleme a digitális jólét programnak, de emellett számos pályázati lehetőség nyílik meg mind a vállalkozók, mind a lakosság számára. Az eszközökhöz pályázat útján lehet hozzájutni, a kiírás szerint azok pályázhatnak, akik a kijelölt járások településeinek valamelyikén bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A célcsoportok között a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedülnevelő szülők, a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, a nyilvántartott álláskeresők, a közfoglalkoztatási programban résztvevők, valamint a 45 év feletti munkavállalók és az aktív idősek szerepelnek. Kisvárda örömmel csatlakozott ez a programhoz. Nagyon fontos az, hogy a digitális írástudás a rászoruló emberek számára is elérhető legyen. Ahhoz, hogy elérhető legyen, nyilván ez szükséges, hogy rendelkezzenek laptoppal, tablettal, és legyen egy olyan környezet, ahol ezt meg is tanulhatják, tudják használni. A pályázati lehetőség február 13-án nyílik meg, és két hónapig tart. A részletes feltételekről a www.emagyarország.hu/pályázat oldalon lehet tájékozódni.